Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban az ÖBB 1146-os mozdonyának H0 építési nagyságú modelljével fogok egy picit foglalkozni. Ezt a modellt egy nagyon kedves modellező ismerősöm és az ő ismeretségi köre segítsége által kaptam. A két hozzám érkezett mozdonnyal bizony volt munka. Annyit kell tudni egyébként a Klein modellbánnak a 1146-os mozdonyairól, hogy sajnos őket érintette az úgynevezett cink vagy ónpest is. Ez abban nyilvánult meg, hogy nem megfelelő minőségű ötvözetet használtak a mozdony súlyának az elkészítésekor, és idővel ez a súly elkezdett tágulni, különféle módon megrepedni, és gyakorlatilag szétnyomta a mozdonyok kaszniát. Nem volt egyszerű összerakni a mozdonyokat, nézzük is meg, hogy hogyan készült a kettő darab mozdonyból végül egy működőképes és egy dummy-nak használt kis jármű. Két mozdonyt először szemrevételeztem, majd egy analóg trafó segítségével kipróbáltam, hogy egyáltalán működőképesek-e. Elindulni mindkettő elindult, az egyik láthatóan szebben, könnyebben járt, míg a másik akadozva nehezen. Ezek után először mindkét mozdonyt teljesen szétszedtem és megvizsgáltam, hogy milyen állapotban vannak belül. Erre elsősorban a már említett cinkpestis miatt volt szükség. Az egyik mozdony egész jó állapotban volt belül. A fő öntvényt már cserélték egy alumíniumból mart alkatrészre, és a középső súlyöntvény is egy, ha nem is pontosan sikerült, de passzoló utánöntött darab volt. A forgóvázakban is található egy-egy súlyöntvény, ennél a mozdonynál szerencsére ezek is jó állapotúak voltak, ahogy a hajtás elemei is. A másik mozdonyban rosszabb volt a helyzet bent. Az alváz öntvény helyett egy 3D nyomtatott, ezüst színűre festett műanyag alkatrész volt, a középső súlyöntvény pedig az eredeti, szerencsére még elég jó állapotú alkatrész volt. A motorok kiszerelése után a forgóvázakat megbontva észrevettem, hogy itt viszont már cinkpestisesek voltak az öntvények. Mindkettő enyhén meg volt tágulva és félbe voltak törve. A hajtásház is enyhén deformált volt. Annyit érdemes megjegyezni, hogy a lenti súlyöntvények nélkül a mozdony hajtása nem összeépíthető, legalábbis működőre nem, maximum dummy példányként funkcionálhat. A motorokat nem bontottam meg, viszont mindegyiket bemértem. Itt egy mozdonyra való szépen járó, hasonló áramfelvételű motort sikerült összepárosítani a négyből. A mozdony szekrények tekintetében a 3D nyomtatott alvázas mozdonynál látható volt, hogy a cinkpest is enyhén deformálta az alvázat, és a sarkoknál repedések is voltak találhatóak. A mozdony szekrény szerencsére egy kis apró repedéssel megúszta a dolgot. A másik mozdony alváza és mozdony szekrénye is mentes volt a repedésektől, deformációktól. Mindkét mozdonyon voltak alkatrész hiányok, a tetőről hiányoztak vezetékek, és csak az egyik dobozban voltak meg a külön felszerelhető kiegészítők is. Az alkatrészeket ezután megtisztítottam és rendszereztem, majd úgy döntöttem, hogy így egy mozdony biztosan talpra állítható és digitalizálható lesz, a másikat pedig megpróbálom majd később dummy-nak összeállítani, esetleg átszámozni. A jobb állapotú mozdony összeszerelése előtt a középső súlyöntvény tetejéből egy 3-4 mm-t levágtam sarokcsiszoló segítségével. Erre azért volt szükség, hogy ide tudjam helyezni a korábban már kiszemelt régi fugercsörgő nyáklapot. Azért döntöttem egy ilyen megoldás használata mellett, mert a gyári nyáklap gyakorlatilag alkalmatlan volt arra, hogy digitális dekódert kössünk valamilyen formában rá, és pont volt egy használaton kívüli fugert nyáklapom, amiről már korábban eltávolítottam a 8 pólusú csatlakozót. Az, hogy nem volt rajta a csatlakozó, pont kapóra jött, mert nagyon kis hely volt bent, és szó szerint minden milliméter számított.
A súlyból nem akartam túl sokat lemarni, mert a mozdony nem rendelkezik tapadógyűrűvel, és gyakorlatilag minden gram tapadósúly számít. Főleg olyan nemesik terepasztalom, mint az enyém. A fugárpanelt egy kicsit méretre kellett vágni, hogy beférjen a mozdonyba, és legyen mellette hely még a dekódernek is. Szerencsére ezt meg tudtam oldani úgy, hogy ne sérüljön a funkcionalitása. A középső súlyöntvény tetejére két oldalú ragasztóval rögzítettem a nyáklapot, és középre fúrtam egy kis lyukat benne, ahol majd át fog bújni a kasznit tartó hosszú csavar. Dekódernek egy régebbi SU Log Pilot 3-at használtam, erről levágtam a 8 pólusú tüskéket, és a vezetékeit a megfelelő helyekre forrasztottam a fugert panelen. A világítást is cseréltem. Az eredeti izós megoldás helyett LED-et használtam. Tekintve, hogy a mozdony egyirányú vontatásra alakítom ki, és hogy nem használom majd ingavonatban, az árfényeket nem szereltem vissza. Ahhoz, hogy össze lehessen szépen illeszteni a mozdony szekrényt az alvázzal, még kellett egy kicsit alakítani rajta. A tető külön leszedhető elem, alatta a mozdony kaszni tetején egy négyzet alakú lyukat kellett vágnom, hogy a dekóder és a vezetékezése is elférjen. Ez a tető felhelyezése után szerencsére teljesen láthatatlan marad. Összeszerelés után a programozó vágányon kipróbáltam digitális üzemmódban a járművet, működött minden, így kapott egy címet, és a terepasztalon is folytattam a próbát. Először egyedül járattam meg, majd utána kapott egy 6 kocsis lehár Eurocityt. Ezzel azonban nem boldogult az emelkedőn felfelé, így egy kocsit lekapcsoltam. Ezután az 5 kocsis szerelvényt már fölbírta húzni a mozdony. Hosszabb járatás után sem tapasztaltam problémát, így a mozdony beüzemelését befejezetnek tekintettem. És akkor pár szó jöjjön a modellről, kezdve egy kis rövid történeti ismertetővel. A modell eredetéjéül szolgáló mozdony 1987-ben készült el társával együtt az ÖBB kérésére az Elinnél. A két prototípus az ÖBB 1046-os sorozatú vontatójárműveiből lett átalakítva. A mozdonyok a külső mellett elsősorban belül újultak meg, és képessé tette őket a gyártó mind az osztrák 16 kV alatti, mind a magyar 25 kV alatti üzemre is. Nem ez volt az első ilyen mozdonya az ÖBB-nek, azonban a 1146-os volt az, ami elsőnek rendszeresen személyszállító vonatot továbbított Bécs és Budapest között mozdonycsere nélkül. A két prototípus mozdony 1988-ban állt forgalomba a Lehár Eurocity élén, és a vonat hosszától függően egy, hosszabb szerelvény esetén mind a két 1146-ossal volt kiadva. A járművek alkalmankénti meghibásodása vagy javítása idején pedig V43-as, illetve V63-as volt a vonógép. A négy tengelyes 125 km per óra végsebességű, mindösszesen 2000 kW teljesítményi mozdonyok 1994-ig az ÖBB 1014-es sorozatú mozdonyának megjelenéséig továbbították az Eurocity vonatokat az 1-es vonalon, Budapest és Bécs között. Modellben nagy szériában egyedül a Klein Modellbahn készítette el ezt a típust. A modell dupla motoros hajtással rendelkezik, és gyárilag nem digitálisan előkészített. Sajnos ez a konstrukció már a gyártása idején meglehetősen idejét múlt volt. A mozdony külseje formailag helyes, a fő méretek tekintetében exakt járműről beszélhetünk. Nagy aránytalanságot nem találtam, részletek tekintetében viszont egy egyszerűbb modellről beszélhetünk. Mai szemmel szerintem elsősorban az áramszedők elnagyoltabb kidolgozása, és a fixen áttört nem cserélhető pályakotrók azok, amik elárulják, hogy egy régebbi modellel van dolgunk. A jármű festése színhelyes, azonban a maszkolásoknál vannak pontatlanságok, és a feliratok minősége is elmarad egy hasonló korú, mondjuk rokó mozdonnyal összehasonlítva. Pályán, analógban is digitálisan és dupla motoros mi volt a ellenére, nagyobb sebességen szép futása van a mozdonynak, azonban a lassú menete nem egyenletes,
csak magasabb feszültségen indul, ez digitálisban valamivel jobb a PWM szabályzásnak köszönhetően. Emellett a mozdony menethangjai is jobban érződnek, mint egy középmotoros modern járműben. Ami terepasztalon további hátrány, hogy a mozdony tapadó súlya nem elégséges, és nincs tapadó gyűrűvel ellátott kereke. 3%-os emelkedőn maximum 5 személykocsit tud biztosan felhúzni, 6 kocsinál már elpörögnek a kerekei. Sajnos két mozdonyt egymás mögé csak úgy tudok tenni, hogyha fényképezem őket, ugyanis az már túl sok a működő mozdonynak, hogy a második mozdonyt is felhúzza az emelkedőn, míg úgyis, hogyha kiszereltem belőle a súlyöntvényt, még úgyis túl nagy ellenállása van úgy már az öt kocsinak plusz a dummy mozdonynak, úgyhogy maximum fényképeken fogjátok visszalátni, illetve itt az állomáson a sík terepen tud közlekedni még a szerelvény ebben a konfigurációban. Nagyon jó kis jármű egyébként, hát nem a legújabb rokó minőség, de megbízhatóan sikerült működésre bírnom, és azért ahhoz képest, hogy nem a top modellgyártónak a terméke, nekem abszolút megidézi a korszak hangulatát, az emlékeimben élő Lehár Eurocityt, ahogy ott állt a déli pályaudvarba annak idején, amikor még kisfiúként kijártam oda rendszeresen vonatokat nézni. Úgyhogy egy nagyon jó kis emlékkel gazdagodott így a gyűjteményem, és egy teljesen autentikus vonógépe lett a Lehár Eurocity szerelvényemnek. Köszönöm szépen, hogy megnézted a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!